Elvileg átküldtem Viberen csak. Mindjárt megnézem. Köszönöm. De nyugodtan beszéljünk. Jó reggelt mindenkinek. Hát most nem azt mondom, hogy én voltam az első. Tamás volt az első. De nem tudom, mennyire előztelek meg. Pár 10 perc. Nem is megelőztelek, késtem le. Tegnapi nap már igazából este nem nagyon beszéltem, sőt semmit, pedig hát volt esemény. Ami szállást kinéztem, az egy ilyen jurtás kemping volt. Hát azt látjátok, az így nézett ki. Egész igényesen, hát nem is hangulatosan volt megcsinálva az egész, ezt még otthon néztem ki. Nem nagyon találtam hozzá semmi elérhetőséget, úgyhogy igazából véletlenszerűen oda mentünk, hogy vagy lesz valami, vagy nem. Hát nem volt. Mert ott volt egy táborozó gyerekcsapat, diákok, akik befoglalták az egészet. Nem is tudom, mikor értünk oda, Tamás? 8 fele? 8 után. 8 után értünk oda. A hegyek között a völgybe, tehát nulla térerő volt, ami igazából annak az a jelentősége, hogy ott nem tudtam nézni szállást, így a bookingom. Úgyhogy gyakorlatilag vissza kellett jönnünk. Na de, a táborozó csapat az magyar volt, nem ekte magyar, nem is tudom, az kiderült-e, hogy milyen nemzetiségűek voltak, szerintem ugyanúgy erdélyek voltak, csak beszéltek magyarul. Ott a szállás kempingadóval vagy szállásadóval fordítottak és segítettek megérteni, és ott a szállásadó ajánlott nekünk egy házikót. Hát látta, hogy ez volt az utolsó esélyünk, hogy akkor ott meg tudunk aludni. Na most ezt ki is használta, mert azt mondta erre, hogy akkor 300 lej. Na most az előző szállásunk volt, az mennyi is volt, 350 lej volt, ott igazából volt minden, itt meg semmi nem volt. Tehát ez a ház az így nézett ki, se fűtés, se melegvíz, se áram nem volt benne, se ágynemű nem volt, matracok voltak, takarók voltak, de semmi más nem volt. Ezt kicsit sokallottuk 300 lejér, úgyhogy próbáltuk lealkudni, de nem sikerült. Azt mondta, hogy hát vagy ez van, és akkor vagy tetszik, vagy nem. Hát jó, nem tetszett. Visszamentünk, az első olyan, hát 10 km, 12 km-re már volt térő. Volt internetem, tudtam foglalni szállást. És hát egy nagyon jó kis szállást foglaltam. Ebben a nagy házban, tehát észrevettem ezt a nagy házat, bementünk. Elkezdtem beszélgetni ott az egyik recepciósal, hogy akkor szeretnénk itt megaludni, van-e hely, stb. Egy olyan 10 perc után kiderült, hogy hát ő magyar. És így elég nagyot röhögtünk. Nem a magyar sapkámban voltam, illetve nem ebben a sapkámban voltam, úgyhogy ha ebbe megyek, kiderült volna hamarabb is. Úgyhogy ja igen, és ennek a hátránya az mindaz, hogy nem túl jó az angolom. Tehát gyakorlatilag meg tudtam magamat értetni, de azért mégiscsak könnyebb volt magyarul. Egy kisebb házba kaptunk szállást, hát ugyanott van mellette, úgyhogy nagyon jó volt szerintem. Azt is majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy az hogy néz ki. Csak most még mindenki alszik, este már nem kameráztam, mert sötét volt. Mennyi is volt? Hetünknek két apartmant vettünk ki, 530 lej volt. És ebben benne van a reggeli is, tehát ahhoz képest, hogy a másik helyen 300 lej volt, és gyakorlatilag nem volt benne semmi, még csak áram sem, meg fűtés se, nekünk kellett volna begyújtani. Ahhoz képest szerintem ez viszonylag egész olcsó volt, tehát egy ilyen helyen, ilyen szálláson, reggelivel együtt, hogy is számoltam, 6500 forint volt ez is fejenként, úgyhogy nagyon baráti volt. Tamással itt eljöttünk, itt mondta ott az a magyar lány, hogy itt erre fele ilyen pár száz méter gyaloglásra van egy kis ilyen vízesőszerűség, egy ilyen hasadék. Mindjárt is megyek be, és akkor megnézzük, hogy mi van itt. Csak én viszont lehet, hogy ezt az utat választom. Úgyhogy a terv az, hogy reggelizünk. Innen jött,
Jocóik, Tamásék mennek hazafele majd, mi meg Jocóikkal megyünk tovább, Szerbia fele. Ez a terv. Itt egy kicsit nézelődünk, meg reggelizünk, 8-10-ig van reggeli, összepakolunk, aztán indulunk. Ez a reggeli testmozgás. Bemászni ebbe a szurdokba. Na nézzük a reggeli. Mi a reggeli? Itt már van, akik reggeliznek. Még egyszer? Minek öntetek kök kalapot? Ez kalankalap. Van dinnye, van dinnye. Ja, hogy ez a videóban sütik. Mi? Sütik. Jók. Hát nézd, milyen van ez. A szoda dihal finom lehet? Az a baj, hogy ugye reggel van, és ilyenkor... Mi van? Mindenből nem lehet enni. Milyen hideg, én hízig itt fogok ülni. De én is. Ügyesen, jó? Szia! Jó, remélem, még találkozunk. Üdv Csabi, átlát, hogyha megy, mint állat. Szia Csabi! Üdv! Köszi a túrát! Jó! Ügyesen! Pár hét múlva, akkor folytatjuk. Jó! Jó. Valami kis kutyát hozzatok nekem, vagy valami. Szia! Na, elindultunk a szállásról. Elköszöntünk, meg volt a búcsú. Tamásék, meg Roland, ők elindultak most már hazafele, mert ők holnap dolgoznak. Mi meg megyünk tovább. Jocót rákárhoztattam egy kis offroadra ezzel a csodálatos chopperjével, aminek egyébként a rugós tagját a szerelő képtelen volt jól megcsinálni, úgyhogy most minden kis huppanónál beüt neki. De már megszokta egyébként, úgyhogy most már lehet menni bármerre. Megyünk elméletileg Szerbia fele, a szállást már most lefoglaltam. Szeretnék most kényelmesen odaérni, kimosni a ruhákat, meg ilyenek. Úgyhogy ez a terv. Egy offroados részen fogunk menni, ami csak annyit jelent, hogy egy ilyen kis murvás, tehát semmi komoly. Azért is bátorkodtam Jocót is erre elhívni. De meglátjuk, ha nagyon olyan lesz, akkor ugazd meg. Nagyon olyan lesz, akkor visszafordulunk, de nagyon akarnak jönni. Na jó van, megyünk, elindultunk, a többit meg majd látjátok, na pá! Take your place.
kiítottunk a... ehhez én. Ez az út egyébként, ez egy hivatalos út, a 66A nevezető út. Hát ez így néz ki. Itt Erdélyben. Aki erre akar jönni, az Jocóékról ne vegyen példát, Csopperre ne jöjjön, csak is enduro motorral. Azt a tavat akarjuk megnézni. Már itt jövünk mellette egy jó ideje, egy órája szerintem. De még nem nagyon láttuk. Jöhetsz. Hello.
a szerb határ az pipa. Átjöttünk, Jocóik már ott vannak a szálláson, minket elkapott az eső. Hát felvettük az esőruhát, és mire felvettük és elindultunk, addigra elállt az eső. Nem mindegy. Nem veszük most már le, a szállásig kibírjuk. És megyünk tovább. Elméletileg 7 órára érünk oda, de... Elhúzódott megint a nap. 4 órára akartam a szállásra érni. Nem is néztem ezt a szállást. Nem mondom azt, hogy a baj az, de a izével ment el az idő, a hoppódozással. Hát ott kicsit lassabban haladtunk, mint sejtettem, hogy majd fogunk, de egyébként megérte. Na, megyünk tovább. Itt már így kék az ég. Vagy hát, na, kékül. Arrafele megy a felhő, Jocóiknál szerintem most szakad, de mire odaérünk, már ott se fog. Elméletileg így állunk. Na, sziasztok! Jó. Poslužite se. Brutál finom. Je dobrá. Je dobrá. Good. Yes, good. Aha. A piros, az tényleg jó. Ez nagyon finom. Így el utána vízzel. Ja, az jó. To je naše, naše. De ott a tiéd már, oda tette a kara, azt égett. Mi mama? Sníva, kruška. O, to je kruška, kruška. Kruška. To je ono, što je ovak. Körte. Hej, tak. Ez már... Lecsi, jó. Mondj, itt jó. Lecsi, jó. De, to jó. Cseresznye. Aha, to jó. Cseri. Már minden megmondja, aztán... Mindenki fizesebb rímárba. Eszmény is, meg tankolom is, aztán nem lehet, hogy jön. Szóval nézegettem, Koszovon vagyok, nem szakom. Itt a törtében 40 km-re. 15 km-re is van már.